Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Franciaország, Nagy-Britannia és Bosznia-Hercegovina. Franciaországgal kezdünk, ahol a belügyminisztérium migráns csempészet elleni küzdelemmel foglalkozó hivatala leleplezett egy az egész országra kiterjedő hálózatot, amely hamis személyi okmányokkal kereskedett, és tanácsokat is nyújtott illegális bevándorlóknak. Most Párizsból Vencel Katalin jelentkezik a részletekkel. Nos, milyen részletek derültek ki a hálózat tevékenységéről? Szervusz, jó reggelt kívánok! 9 hónapig tartó nyomozás után egy francia és 2 algériai állampolgárt vettek őrizetben ebben az ügyben, és illegális bevándorlók segítése, illetve bűnszövetkezet, valamint hamis papírok, tehát hamisítás ellenük a vád előzetes letartóztatásban várhatják ezt a pert. 20 megyében tevékenykedtek, ebből látszik, ez abból is látszik, hogy az egyiküket Párizsban, a másikat a dél-franciaországi Marseille-ban, a harmadikat pedig a svájci határ közelében, Grenoble-ban vették őrizetbe. Hamis születési anyakönyvi kivonatokat árultak 1700 és 8000 euró közötti áron illegális bevándorlóknak, és segítették őket az eligazításban, illetve intéztek nekik időpontokat 20 kisebb településen, azért, hogy ezekkel a hamis dokumentumokkal érkezve ezekre a megbeszélésekre vagy ellenőrzésekre érvényes papírokat tudjanak beszerezni. 75 ilyen esetet tártak föl a francia hatóságok, de jelenleg is tart a nyomozás, és a szálak külföldre vezetnek. Nagyon gyakran történik az, hogy az illegális bevándorlókkal foglalkozó hálózatokat külföldről irányítják. 200 ezer és 500 000 euró közé tehető az a haszon, amit eddig nyertek ezeken az adott hamis papírokon, de azt látszik a pénzek mozgásából, hogy ezek a pénzek külföldre jutottak. Júniusban is már sikerült leleplezni a francia hatóságoknak egy hasonló hálózatot, akkor 8 embert vettek őrizetben, köztük 2 rendőrségi alkalmazottat, ők a párizsi prefektúrán dolgoztak, és megpróbálták fölgyorsítani az időpontokat, hogy minél előbb kerüljenek a hatóságok elé az illegális bevándorlók. Ez a hálózat mindenféle, nem csak születésanyagi kivonatot, hanem mindenféle dokumentumot árult, útlevelet, személyigazolványt, jogosítványt, munkaszerződést, adóbevallási papírokat. 15 ezer euróba került egy ilyen dokumentum. Itt is az volt a cél, hogy az illegális bevándorló ezt be tudja váltani a hatóságok előtt, hogyha ügyesen beszélt, és elég jól volt hamisítva ezt a papír, érvényes dokumentumokra. Ezek a hamisítványok Törökországban készültek, onnan küldték Franciaországba, és franciaországi hálózatban árulták ezek az emberek. Itt 40 illegális bevándorlón keresztül jutottak el ehhez a hálózathoz. Felmerül a kérdés, hogy és miért van szükség ilyen papírokra az illegális bevándorlóknak. Ugye ők legalizálni próbálják magukat, nagyon sokan munkát vállalnak, és ilyen már érvényes dokumentummal tudnak munkát vállalni, tudnak adót fizetni és járulékot fizetni, viszont nagyon sok esetben a munkáltatóik tudják, hogy ezek hamis papírok, és kihasználják őket. Emiatt a francia hatóságok szerint 700 ezer illegális bevándorló lehet Franciaországban, aki feketén vállal ilyen papírokkal munkát, és az ő legalizálásuk folyamatosan politikai kérdés. Nagy-Britanniával folytatjuk. Egyre újabb kifogások érik a brit kormány tervét, amelynek alapján Ruandába telepítenék át a Nagy-Britanniába illegálisan, főként az európai kontinensről csónakokkal érkező menedékkérőket. Kapcsolunk már is Londonba tudósítónkhoz, Kertész Róberthez. Melyek a legújabb fejlemények ebben az ügyben, és hol tart jelenleg az áttelepítési program végrehajtása?
Jó reggelt kívánok a nézőknek. A második kérdésre a válasz egyértelműen az, hogy ennek az ügynek a megoldása látótávolságon kívül van egyelőre. Érdemes visszaidéznünk, hogy az első nagyon komoly, gyakorlatilag tilalommal felérő jogi akadályt a brit legfelsőbb bíróság emelte ennek a tervnek a végrehajtása elé, amikor kimondta, hogy Ruanda, ez a kis közép-afrikai ország, a brit kormány állításával ellentétben nem tekinthető biztonságos áttelepítési célországnak a legkülönfélebb emberi jogi okok miatt. Ezt a végzést próbálja a brit kormány megkerülni egy olyan jogszabállyal, amely egyrészt önmagában, saját kategóriában szinte példátlan a brit törvényhozási történetben. Ezt kimondaná ez a jogszabály, hogy Ruanda igenis biztonságos áttelepítési célország, és hogyha ebből jogszabály lesz, akkor ehhez elvileg a brit bíróságoknak tartaniuk kell magukat. Tehát a brit bíróságokhoz nem lehetne olyan kifogással fordulni, hogy Ruanda nem tekinthető biztonságos célországnak, hiszen törvény mondaná ki Nagy-Britanniában, hogy Ruanda biztonságos célország. Ez a törvény tervezet járja most meglehetősen hosszú és igen rögös útját a brit parlamenten belül. Jelenleg a felső kamara a Lordok háza előtt van, és a Lordok háza és az Alsóház közös emberi jogi bizottsága az elmúlt néhány napban egy meglehetősen váratlan, szintén rendkívül horderejű kifogást emelt ez elé a törvénytervezet elé. Ez egy 36 oldalas szövevényes jogi szöveg. Érdemes azonban egy mondatot idézni belőle szó szerint, mert ez kifejezi az egésznek a lényegét, az egésznek a mondani valóját. A bizottság megállapította, hogy a készülő jogszabály kikezdi a brit emberi jogi törvény által biztosított védelmet, emellett ellentmond az emberi jogok európai konvenciójában megfogalmazott garanciáknak, és nem felel meg a Nagy-Britannia által nemzetközi egyezményekben vállalt emberi jogi kötelezettségeknek sem. Ennél egyértelműbben nem lehetett volna megfogalmazni ennek a bizottságnak azt, hogy milyen ellenállás várható a felsőházban ez ellen a jogszabály tervezet ellen, tehát a brit kormánynak nagyon-nagyon nehéz dolga van jelenleg ennek a törvénytervezetnek az elfogadtatásával. Különös jelentőséget ad ennek, hogy választási évben vagyunk, és a konzervatív párti brit kormánynak az egyik fő választási ígérete az, és ez így hangzik hivatalosan megfogalmazva, hogy meg kell állítani a csónakokat. Ugye többször beszéltünk róla, hogy Nagy-Britanniában hosszú ideje gondot okoz, hogy évről évre több ezeren, több tízezeren jönnek át a kontinensről. Ezt próbálja megállítani a brit kormány, de hát egyelőre hiába. Körképünket Bosznia-Hercegovinával zárjuk. A boszniai hatóságok rendszeresen tartanak rajtaütésszerű házkutatásokat a migránstáborokban, amelyek során fegyvereket, fegyvernek minősülő tárgyakat és kábítószert keresnek a migránsoknál. Teszik mindezt azért, hogy megelőzzék a különböző bandák közötti összecsapások tragikus kimenetelét. A múlt héten a bihácsi átmeneti migránstábort lepték el a rendőrök, és a fogás most sem maradt el. A további részletekért Tódi Annát kapcsoljuk. Nos, milyen gyakoriak ezek az akciók Boszniában, és pontosan mit rejtegettek a migránsok a rendőrök elől? Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a kedves tévénézőket. Havi, kéthavi rendszerességgel tartanak rendkívüli ellenőrzéseket a boszniai rendőrök a migráns táborokban. Váratlanul, előzetes bejelentés nélkül végzik ezeket az akciókat, így ugyanis nagyobb eséllyel sikerül kiszűrniük a problémás személyeket. Az ilyen akciók során találtak már fegyvereket, késeket és egyéb fegyvernek minősülő tárgyakat, de körözött személyeket is a táborokban. Ezekről a bevetésekről és azok eredményeiről a bihácsi rendőrkapitányság szóvivője is beszámolt korábban az M1-nek, amikor ott jártunk, aki azt is elmondta, hogy a továbbiakban is folytatni fogják az akciókat, ez pedig most is megerősítette a helyi médiáknak. Ami konkrétan a mostani akciót illeti, ez alkalommal is nagy számban vonult ki a rendőrség a Lipa átmeneti migráns táborhoz, tüzetesen átfésülték az egész létesítményt, és két marokkói migránsnál 12 csomag eladásra előkészített marihuánát találtak a rendőrök. A tiltott szer birtokosai a rajtaütés során azonnal menekülőre fogták, a szökés közben azonban egyikük elesett és a lábát törte, a másiknak viszont sikerült elmenekülnie a rendőrök elől. Ők még most is keresik a hatóságok,
A sérült migránst viszont a körzeti kórházban látták el. Bihács egyébként a horvát határ közelsége miatt népszerű a migránsok körében, ahol fizikailag is felkészülnek az illegális határátlépésre. Jelenleg csak nem 1500 illegális bevándorló tartózkodik a városban működő két migráns táborban. Ugyanakkor a múlt hét folyamán sokan éltek a kedvező időjárás adta lehetőségekkel, több százan hagyták el a várost és indultak el a horvát határhoz, hogy átszökjenek az unióba. Ehhez viszont a legtöbbször az embercsempészek segítségét kérik, pontosabban fizetik meg busánsan a migránsok. Egy boszniai illetőségű embercsempészt a legfrissebb hírek szerint sikerült is rajta kapniuk a bosnyák határrendészeknek, amint 42 migránst próbált meg egyszerre kijuttatni Boszniából. A migránsokat egy furgonba zsúfolva akarta átcsempészni a határon, a potyautasok pedig szíriai, nepáli, török, kínai, indiai, srilankai, illetve pakisztáni állampolgároknak vallották magukat, a most elfogott embercsempész ellen pedig eljárást indítottak a hatóságok. Mai migrációs körképünkben a franciaországi, nagybritanniai és bosznia-hercegovinai helyzetet ismerhettük meg. Tudósítóinknak nagyon szépen köszönjük!